Sziasztok! Berger Katalin fejlesztő pedagógus tanító vagyok. Már beszéltem arról, milyen fontos, hogy gyermekeitek sokat mozogjanak a szabadban, kusszanak, másszanak, ugráljanak, ügyesedjen a mozgásuk. Az óvodáskorban nagyon sokat fejlődik a gyerekek mozgása, egyre erősebbek, egyre ügyesebben mozognak, egyre koordináltabban képesek mozogni. Az óvodáskor végére már a kezük is egyre ügyesebben mozog. A finom mozgás szempontjából az óvodáskor egy intenzív szakasz. Az írás tanuláshoz a finom mozgás egy speciális területének, a grafomotorikának, azaz az írás mozgás koordinációnak is el kell érnie egy megfelelő fejlettségi szintet. Azt, hogy a kezünk mennyire erősen fogja a ceruzát, vagy mennyire erősen nyomjuk a papírra, azt az idegrendszerünk szabályozza, amely ebben a korban már egyre érettebben működik. A kéztőcsontoknak is meg kell erősödnie ahhoz, hogy a leírt betűk ne csak jó, hanem szépek is legyenek. A kézügyességet sokféle tevékenységgel tudjuk fejleszteni. Ügyesedik, erősödik a kéz minden olyan tevékenységtől, amely az ujjak kismértékű mozgatásával jár. Például homokozás, gyöngyfűzés, hajtogatás közben. A gyerekek szeretek a papírokkal játszogatni, tépegetni, hajtogatni, ollóval vágni. Közben egyre ügyesebb lesz a kezük. Hagyjuk a gyermekeinket sokat festeni, rajzolni. Jó játék, ha nem csak ecsettel, hanem a kezükkel, ujjaikkal is festhetnek. Az építőjátékok, kirakók, puzzle-k is nagyon hasznosak lehetnek. A kézügyesség fejlesztéséhez is kiválóan lehet használni a logikót. A korongok megfogásával és helyére húzásával fejlődik a kézügyességük és erősödik a kezük, ami az írástanuláshoz elengedhetetlenül fontos. Nézzétek meg a Logikó videósúri többi részét is, melyből megtudhatjátok, miért fontos a beszéd és a téri tájékozódás fejlettsége.